az első számú idézet az úgy hangzik, hogy mi édes örömmel hallom tőle ezt a hírt, leányod így hát él az istenek között. Dragomán György napjaink egyik legfontosabb, külföldön is elismert írója. Második drámája a Kalucsni, egy igazán realista családi dráma a barokkos világpusztulás korszakában. Ezt a megrázó erejű pontos leletet dolgozza fel Szikszai Rémusz a Móri Zsigmond Színház legújabb nagyszínpados darabjában. A mindenkori diktatúra a hazugsággal és megfélemlítéssel tönkretett emberi élet először nevetésre készteti a közönséget, aztán jön a drámai felismerés. Ezért a rendező nem szívesen sorolta egyik műfajba sem a darabot. Én nagyon szeretem azokat a színdarabokat, vagy színműveket, amik nem egyértelműen valamik. Tehát ahogy az élet is tragikomikus. Tehát ha elmondom azt, hogy ma reggel én hogy indultam el, akkor annak van egy vicces változat. Tehát ugyanaz a sztori, ugyanazt látod, csak más szöveget mondok alá, és az egyik oldalról sírni fogsz a röhögéstől, a másik oldalt meg azt fogod mondani, hogy Jézuskám, csórikám, szegénykém. Tehát, hogy az élet tele van olyan tragikomikus betülettel, ami, tehát hogy nem egyértelmű az életünk, és én szeretem ezeket a kétfenekű vagy duplafenekű helyzeteket. A Ceausescu korszakáról szóló darabot március 2-án láthatja először a közönség. A rendező hosszabban is mesél a darabról a péntek esti Weekend című műsorunkban.